Mehet a csapu? Mehet. Na hát akkor folytatjuk a szombati találkozónkat. Méghozzá egy különleges előadónk lesz, akinek a CD-it szerintem már évtizedek óta meg lehet venni, lehet hallgatni. Én úgy érzem, hogy minden, amit meg lehet spirituálisan, kicsit misztikusan élni, azokat kövétebbos be tudtam mutatni eddig. És én ezért gondoltam azt, hogy szeretném őt elhívni. És nagyon nagy köszönet neked, hogy ezt elfogadtad, mert egy olyan előadó, egy olyan zenész, zeneszerzőt ismerhettünk meg majd itt személyesen is, mert szerintem a személyes a legfontosabb, aki mindig a lélek hangját meg tudja szólaltatni. És egy kicsit megutaztad benneteket. Nekem ezóta érdekes volt, hogy amikor hallgattam, akkor már eljutottam oda, hogy ezt már kocsiban nem hallgathatok. Ha nem a kocsiban ülök, hanem már mit tudom én, hol. És volt benne volna, és aztán az egyiket föl is vedeztem egy írás, hogy nem javaslott kocsit. És ezt én nem olvastam, hanem, ó, de jó, nem mondom, ezt beteszem. Hát, jó volt. Mindig nagy örömmel hallgattam, és remélem, hogy most te is ugyanezt fogjátok átélni, amit én mindig átéltem. Úgyhogy fogadjátok nagyon nagy szeretettel, Kövi Szabolcs. Hozzátenni, hogy dobóba jó hallgatni, tehát ott csöngeti a lengetési készséget. Tehát ott azért megmutatja az embert. És még annyit szeretnék még csak mondani, hogy itt az előző előadáshoz kapcsolatban, hogy annyira döbbenetes volt hallgatni. Én Grabovoyról már hallottam, de még nem olvastam tőle, hát majd most bepótolom, hogy egy ideje már írok könyveket is, illetve ehhez kapcsolódóan szöveges meditációkat, és egészen kísértetiesen visszaköszönnek a gondolatok a regényeimből. Az egyik regényben konkrétan le van írva ez a mondat, hogy a múlt feldolgozása nélkül nem lehet a jövőt építeni, konkrétan benne a mondat. Meg nagyon sok hasonlóság párhuzam volt, úgyhogy hát érdekes. A zeném is egyébként pont erről szól, nem szoktam ezt így elmondani előzetesen, mert hát hadd működjen a dolga, hogy kell neki működnie, de a zenémnek is az a célja, hogy egy picit, hát nem picit, hanem emelje. És én mindig is abban hittem, hogy az embereknek a gondolata összeadódik. Tehát ha itt van 40-50 ember, akkor azt mondjuk 50-szeres hatványra kell emelni, és annyival többet ér az itt ücsörgő embereknek a pozitív gondolata, mint azok, akik közömbösek, vagy azok, akik akár negatívan gondolkodnak, de otthon egyedül fortyognak magukban. Na jó, hát akkor ennyit a szöveges részre, ez nem igazán az én műfajom, úgyhogy akkor kezdődjük a koncert. Ja, hát azoknak is elmondom, akik lemaradtak erről az elmészségről, hogy pozitív kritikának számít az alvás és a horkolás, a vastaps. Ezt azért is mondom, mert ha valaki elveszti a fonalat, akkor nyugodtan csukja be a szemét. Tehát itt most nem kell figyelni, hanem befele lehet egy kicsit lazítani, utazást tenni. Mindösszesen egy óra lesz, jó? Tehát ennél többen nem köszönhetem.
Nagyon szépen megköszönjük a figyelmüket, meg a kitartásokat itt a nap végére. Ha esetleg tetszett, akkor hoztam magammal a CD lemezeket, lehet vásárolni. Egy album 1000 forintba kerül. Ha valaki hármat vesz, akkor már csak 2500 forint, és kívánságra elküldöm MP3-ba is a vásárlás anyagát. A következőt kell tenni, kapnak egy kis nyugtát a vásárlástól, és a nyugtára én ugye ráírom, hogy mit vittek, és a nyugtán szereplő e-mail címre meg el kell küldeni a nyugta fotóját, és akkor megkapják MP3-ban is a zenéket. Mindenféle ilyen kis tematikus csomag belefér ebbe a hármas összeállításba, azon kívül ugye a szabadon is lehet választani. Például a pársipos zenék hármas csomagja, aztán a lélekutazás 1-2-3, a szöveges meditációk, mindegyikét Szabó Sipos Barnabás, alias George Clooney magyar hangja a tolmácsolja. De van gyerekeknek szóló ilyen altató csomag, vannak autóban hallgatható zenék, amik egyébként ilyen kicsit mozgalmasabbak, mint itt a végén. Illetve van két nagyon kedvezményes áru csomagom, az egyik a nagy meditációs kör, amiben 6 CD van 3000 forintért mindösszesen. Azért ilyen olcsó, mert ez egy zenei gondolat, 6 különböző hangulatú, de nagyon hosszú, egybefüggő meditatív zenék, jogához, masszázshoz, terápiához ajánlom. Illetve a könyves csomagom az szintén 3000 forintba kerül, a három ihlet univerzum című regény benne van, erről beszéltem az elején. És a harmadikban benne van a legújabb CD lemezem, az Elysium 2 Álmok Ura című album. Egyből egyébként játszottam most egy számot a végén, pontosan kettőt. És még ajándékba adok hozzá egy DVD lemezt is, amin egy ehhez hasonló film, de nem ez van, hanem egy ehhez hasonló film van. Horvátországi vizes nemzeti parkokról Csendes víz című DVD. Tehát ezek így mindösszesen 3000 forintba kerülnek. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a meghívást, hogy itt lehettem, és hogy elszabadtam a szabadulást.